Üdvözlök mindenkit, Nekrotim vagyok, srácok, beszélgessünk arról, miért mindig a oroszok a rossz fiúk a játékokban, és pontosítok, miért mindig az oroszok a rossz fiúk az amerikai játékokban, mert ez egy lényeges mondat, hogy az amerikai játékokban, és ugye beszélek itt arról, hogy a legutóbbi Call of Duty-ban, a legutóbbi 2019-es Modern Warfare Call of Duty-ban, ugye hatalmas botránkeltet az, hogy a Highway of Death küldetését uh történelmileg, némileg módosították. Ezt persze nem számít ez egy játék, de történelmileg módosították, és nem az amerikaiak követték el ezt az eseményt a nagykönyvben, hanem az oroszok, ugye a játéknak, a Call of Duty játéknak, a rossz fiúi követték el ezt, a, ezt az eseményt. Annak, aki nem tudja, hogy mi a Highway Up, tehát a halál autópályája, annak íme egy kis történelmi emlékeztető Történet 1991 nyúlik vissza Irakban a 80-as autópályára. Az iraki erők visszavonulóban voltak ezen az autópályán, és konvojban haladtak. Az amerikai hadsereg két oldalról lezárta az autópályát, szóval se visszamenni, se előre menni nem tudtak az iraki hadsereg, és egy teljes körű bombázást indítottak le. Tehát most félértés ne essék. az a teljes körű bombázás az népírtás volt, olyan szintű mennyiségű embert öltek meg ott, és utólag ugye kiderült, hogy családok is voltak, tehát gyerekek, nők haltak meg, nem csak az iraki hadsereg volt ott, és ez egy elég durva történet, tehát népírtásról beszélünk konkrétan, olyan sok ember halt meg, szóval ez benne van a Call of Duty-ban, de úgy van előadva, hogy az oroszok voltak, a, akik elkövették ezt a bűnt, hogy így mondjam. Maga a küldetés semmi nagyon extra, ott vagy a Highway of death de teljesen lemásolták az egészet úgy, ahogy kinéz, és ott sniperkodni kell, fel kell tartani az orosz hadsereget. A maga a küldetés gameplay szempontjából semmi olyan nincs benne, csak a, ahogy előadták a történetet, a felvezetőt erre az egészre, az arról szólt, hogy az amerikak ott, ott se jártak, és az oroszok azok megöltek ott mindenkit, és ebbe a botrányba keveredett bele jelen pillanatban az amerikai egyesült... Bocsánat, a Call of Duty, hogy így félrevezeti a, a jó népet. Na most, amit következőekben mondani fogok, azt vegyétek figyelembe azt, hogy én európai vagyok, és nekem nem újdonság az, hogy Amerika valamiféle tényhamisításon ö, lett kapva, vagy éppen félre, ö, ö, hogy is mondjam, értelmezték a történelmet, és a saját képükre írták. Ezt fokozzátok meg azzal, hogy magyar vagyok, és magyarként a mi történelmünk is hihetetlenül uh, félre lett módosítva, és uh, talán a legismertebb szek szekciója annak, hogy amikor a mi országunk. Uh, rosszul jött ki valamiből, ugye az a trianon, de ettől függetlenül a teljes történelmünk igen húzós ágain félre van módosítva. Ezt, ezt, mára már tudjuk, a féle ilyen nyílt titok, régen erről nem szabadott beszélni, mert mi az, hogy ismered a történelmet, talán manapság se szeretik annyira, hogyha emlegetik a különböző fére módosításokat. Szóval magyarként nagyjából mondhatni azt, hogy teli beszarom, hogy Amerika éppen miről hazudott már megint, vagy az amerikai propaganda filmekből, illetve játékokból, mint a Call of Duty, mekkora hazugság folyik már megint, mert én élvezem a játékot, és igazából azt az üzenetet veszem ki belőle, ami nekem Tetszik. De hogy, hogy egy kicsit háttérbe menjünk is, hogy miért mindig az oroszok a rossz fiúk, az ugye amerikai, Amerikában visszavezethető a múltra is. Ugye Amerika és Oroszország között azért dúlt a hidegháború, szóval ebből a szempontból nézve könnyű találni egy rossz fiút, aki beleillik a kategóriába. Tény, hogy vegyük a Call of Duty történet eredetét, ott játszódik közel Oroszország és közel között, ezért Oroszország helyrajzilag is egy fit ország arra, hogy a játékokban rossz fiúként szerepeljenek. Nem beszélve uh, arról az apró dolognól, hogy jelenleg ugye közel-keleten Szíriában és környékén igen csúnya események folynak, abba természetesen Oroszország is bele van keveredve, de ahhoz, hogy a, például egy ilyen szintű játékban, mint a Call of Duty, találjanak egy közel-keleti rossz fiút, és a közel-keleti rossz fiút helyezzék a, a cselekmény központjába, az a mai social justice warrior világban igen kockázatos, mert a mai social justice warrior világban, Amerikában a fehérek a rossz fiúk. Szóval a fehér az rossz fiú, és bármi más nép, akinek van valamiféle színes, tehát úgy mondjuk, hogy színes bőrű nép, az jelen pillanatban Amerikában, ha felszólalsz ellenük, hogy ők valami rosszat csináltak, még ha jogosan is szólalsz fel ellenük, az teljes mértékben le van búzva, és eh, hogy is mondjam, fehérként ott már eh, mondhatni az, hogy így, hogy így Elnyomásban vagy. Tehát fehérnek lenni Amerikában jelen pillanatban nem túl mókás, mert még a fehérek is egymás ellen fordulnak, hogy te miért vagy fehér. Szóval egy ilyen propaganda indul, van jelen pillanatban többek között ez az egyik Amerikában, és az a kockázat, hogy választanak egy közel-keleti, hogy is mondjam, rossz fiút a játékok középpontjába, az igen-igen felszítaná a dolgokat, hogyha értitek, amit gondolok, főleg tekintve azt, hogy Amerika, Oroszország, Anglia és több európai ország mennyire bele van keveredve jelen pillanatban a Szíria és környékén való öm, helyzetbe. Szóval adott, adott, hogy ki legyen a rossz jó, tekintve azt természetesen a Kod 4, MV2, illetve MV3 már eleve orosz, rossz fiúkat választott, tehát hozzá kellett kapcsolni a történetet. És ö, szerintem csinálok egy multiplayer tört, bocsánat, egy single player történetet is a Call of Duty-ról. Na de úgyhogy úgy, adott volt. Nem beszélve arról, hogy te, persze, hogy egy amerikai propaganda gépezet a Call of Duty. Hát az Isten el még a cím is az, hogy Call of Duty. Hát más nem találhatnák ki, ezt csak amerikaiak. És uh, természetesen, természetes, hogy az. Én nem értem, hogy miért vannak ezen kibukva a, az újságírók, meg úgy általánosan mindenki. Persze, hogy az. Um, és, és, egyértelmű, hogy, hogy az oroszokat választák egyrészt azért, mert választhatnak egy fehér embert, mert hogy ugye színes most már nem, ha színes valaki, akkor az csak jó fiút játszhat bármilyen filmben, és nem, nem mondhatnak rá semmit, semmi rosszat nem mondhatnak rá, mert ugye egy törvények védik, bla bla, bla, bla és a social justice warriorság fellángol, és akkor sok politikai botrány lesz ebből, de aki, hogyha fehéreket szídunk, az nem baj. Szóval Ja, ez, 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 ez van manapság, szóval azt hiszem mi magyarok Magyarországon is ezt úgy, időnként megérezzük a hátunkon. De lehet, hogy sokat mondtam itt már ebben a videóban. És. A, lényeg az, hogy ugye a, a biztonságos utat választották az activision -nél. Természetesen valószínűleg volt ott egy idióta, aki tudott a Highway of Death-ről, vagy ha nem is tudott a Highway of Death-ről, valamit tudott róla, és hát valak, valami hülye aláírta, hogy ez belemenjen, és ebből egy politikai botrányt legyen, vagy az egészet direkt csinálták. De az, a lényeg az, hogy Amerika a világ legnagyobb játékipar fogyasztó országa, mögötte Kína. Oroszország fent sincs a térképen ebből a szempontból, hogy kik hol veszik a legtöbb játékot. Ha jó is szában ne választanának oroszokat rossz fiúknak, Te, tekintve, hogy milyen történelme múltja van Amerikának és Oroszországnak, tekintve, hogy milyen közjáték van most uh, uh, Oroszország, uh, Szíria és a nyugat többi része között, mert azért sokkal bonyolultabb a dolog, mint látszik. És ebből a szempontból, hogy sokkal bonyolultabb a dolog, mint játszik, igen, a, a Call of Duty kiemelte az oroszokat a féle rosszfiúknak, fő rosszfiúknak a játékukba, valamint szinten kellett is az előzmény történetek miatt tudja kodni egy mv 3 kellett is, de attól függetlenül uh, te játszottad az amerikai katonát, te játszottad az angol katonát, és te előtted le a civileket ebből a szempontból. Aki kicsit jobban utána néz, egyik sem ártatlan. És ezt kiemeltem ugye a, a, a Single Player értékelő videómban is. És mint mondtam, én ezt úgy nézem, mint egy európai. Nekem nem meglepő, hogy Amerikából jön valami fosság, mert mert onnan sok ság jön ki, jelen pillanatban is hatalmas Ságok jönnek neki Amerikából, és nem meglepő, hogy az oroszokat választották rossz fiúknak, és nem mondhatnám, hogy különösebben sajnálom, hogy az oroszokat választották rossz fiúszna, rossz fiúnak egy ilyen játékba, tekintve, hogy Magyarországnak milyen történelme van az oroszokkal, és azt sem mondhatnám túl fényesnek. Úgyhogy a világ legnagyobb részében az oroszok beleillenek, mint egy rosszfiú, és ez, és ez Európára is igaz, a felére legalábbis, ahol az oroszok kommunizmus által betették a lábukat, és senkinek nem igazán tetszett, azt leszámítva egy-két kiváltságos embert. Oroszok a filmek és játékok örök fiúi. Szóval, és és valahogy mindig szóba jönnek egy filmbe, valahogy mindig szóba jönnek egy játékba. Um, emiatt mondjuk, emiatt a botrá miatt um, sok orosz gamer ki is szállt a Call of Duty-ból, teljes mértékben megértem. A játék bizonyos körülmények meg, között meg se jelent Oroszországban, azt hiszem egy-két platformra ki sem hozták. A, játékos, a, a játékot tökéletesen megértem. Ez egy hülye, ostoba, buta lépés volt azon, forgatókönyv író részéről, aki ezt kitalálta, és azon ember részéről, aki ezt aláírta, hogy belemelt a játékba. Ez egy ostoba dolog volt, de az embereknek a 98%-a a mai napig biztos vagyok benne, hogy fingese volt arról, hogy mi az, hogy Highway of Death. Ne, ne, én biztos vagyok benne, hogy a legtöbben nem tudták, hogy mi az, hogy Highway of Death, és hogy egyáltalán mi a rák az ott, hogy kólovjöti. És ezen felül, ennek, az 50, ennek a 98% embernek az 50%-a le is szarja, ennek az 50%-nak az 50%-a azt se tudja, mi történt a játékban. Szóval szerintem mindegy ebből a szempontból. Srácok, köszönöm a figyelmet, remélem eljutottatok a végéhez, nyugodtan hagyjátok ott a, a véleményeteket. Következő videóig Sziasztok!